Magyar Kanizsára továbbra is 1500-tól 2000 menekült érkezik naponta. Ilyen méretű létszám befogadására és elhelyezésére a település nincs felkészülve. Eszközeink már lassan nincsenek, mert a kommunális vállalatunk, amelyik az általános higiénát és tisztítást biztosítja, tisztántartást a városba, úgy Kanizsán, Horgoson, Martonoson, oda jutottunk már, hogy az erre szánt összeg, amelyik az évi tervünkben benne van, pénzügyi tervünkben, az már a következő hónap közepén be fog futcsolni. A lakosok közt egyelőre nyugalom van, de a helyzet percről percre változik. Minket tervezgetni nem bírunk előre. Ami most van, 10 perc múlva lehet, hogy egész más lesz, ami meg holnap lesz, azt még föl sem merjük tételezni, hogy mi lesz. A tartományi kormány folyamatosan segélycsomagokat küld a rászorulóknak. Sutra već upućujemo novi kontingent vode, pijaće vode, ona je sada flaširane vode, to je sada najvažnije od 7 tona, preksutra tu istu količinu u Suboticu, a dogovorili smo se danas na ovom odboru da ćemo tokom sledeće nedelje uputiti značajnu količinu dezinfekcionih sredstava i sredstava za higijenu. A vajdasági ombudsman hivatala is szem előtt tartja a rendkívüli helyzetet, és kapcsolatot tart a migránsok csoportjaival. Nijednu primetbu nisu imali na postupanje i tretman koji su imali sve vreme boravka na teritoriji Republike Srbije, a naročito i na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. A szerb kormány a napokban bejelentette, külföldi adományozókkal együttműködve a migránsok elszállásolására alkalmas lakókonténereket állítanak fel hamarosan Szabadkán és Magyarkanizsán. Ezt a hírt megerősítette Nenad Ivanisevics, a munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztérium államtitkára is.